Egyre több a halott, az eltűntek száma pedig duplájára nőtt egyik napról a másikra Kaliforniában, ahol az elmúlt 100 év legsúlyosabb erdőtüze pusztít, már több mint egy hete. Eddig 66 halálos áldozatot azonosítottak, és 600-nál is több embert keresnek a hatóságok, miközben majdnem 9500 tűzoltó dolgozik egy nap alá téve, és segélymunkások ezrei küzdenek a mostanra elképesztő mértékű káosszal, fogalmazott a legérintettebb megye serifje. Kalifornia állam kormányzója a tragédia tanulságairól beszélt. Ígéretet tett arra, hogy nagyobb gondjuk lesz az erdőgazdálkodásra, a várostervezésre, menedékhelyeket is építenek majd, és bizony kezdeniük kell valamit a klímaváltozás következményeivel is. Törődniük kell a természettel, nem elég harcolniuk ellene. Még mindig több mint 500 négyzetkilométeren tombol a tűz Kalifornia északi és déli megyéiben. A tűzoltóság csütörtökön azt közölte, hogy az érintett területek 40%-án sikerült legalább megfékezniük a lángokat. Egy hét alatt körülbelül 12 ezer ház semmisült meg a tűzvészben, amely elől eddig több mint 250 ezer embert költöztettek el. Elhelyezésük súlyos gond, sokan csak magukra számíthatnak. A porig égett Paradise lakóinak többsége például a Walmart áruházlánc egyik parkolójában táborozott le. Donald Trump szombaton érkezik Kaliforniába, hogy személyesen mérje fel a helyzetet.